Dolgozott az esztergagép és a 3D nyomtató, készültek a frizurák, de voltak, akik gyalultak és véstek. Mindez a Hunyadi iskolában, ahol október 17-én nyílt napot tartottak. A nyílt napra a továbbtanulás előtt álló 7. és 8. osztályos diákokat várták, hogy megismerkedjenek az iskola jövő évi képzéseivel. Technikusi szinten várjuk a specializált gép és járműgyártásba a tanulókat, autószerelőnek. Gépészet ágazatban gépésztechnikusnak várjuk őket, kereskedelem ágazatban kereskedő és webáruházi technikusnak várjuk a tanulókat, illetve a szépészet ágazatban fodrász kozmetikus szakmát hirdetjük. Az 5 éves technikusi képzés mellett 3 éves szakképzőiskolai képzéseket is indít az intézmény. Gépészet ágazatban ipari gépész, illetve gépi és CNC forgácsoló, épületgépészeti ágazatban központi fűtés és géphálózat rendszer szerelő, építőipari ágazatban festőmázoló, tapétázó, illetve kőműves, kereskedelem ágazatban kereskedelmi értékesítő, míg fa- és bútoripari ágazatban asztalos szakképesítések szerezhetők. A szakképzés során az első tanévben iskolai keretek között ismerkednek a diákok a szakma gyakorlati részével, majd az elkövetkezendő 2 évben duális partnereknél munkaszerződés keretében végzik a gyakorlatukat, amiért ösztöndíjban is részesülhetnek. A szakképzősök 16%-át kapnak, 16 ezer forintot, a technikusok kapnak 8 000-et, de ők 2 éven keresztül, mert ők nekik 2 évig van ágazati alapképzés. Utána ágazati alapvizsgát tesznek, és utána kerülhetnek ki a duális partnerhez a tanulók. És ott van a szakirányú oktatás után, az ágazati alapképzés után. Itt pedig már akár 100 000 forint körüli összeget is kapnak munkaszerződés alapján a cégektől. Szinte alkalmazottai lesznek egy-egy cégnek, akivel szerződnek. Először a Rubik kocka oldalait olvassa be, majd kevesebb, mint 90 másodperc alatt 20 forgatásból rakja ki a kockát ez a Lego robot. Az eszköz szintén az iskola tulajdonában van, aminek köszönhetően akár a programozás, a robotika alapjait is elsajátíthatják a diákok. A Hunyadi iskola legközelebb november 15-én tart nyílt napot, ahova ismét várják a 7., 8. osztályos továbbtanulás előtt álló diákokat.